Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a Zoom túlsó végén pedig Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő az MCTC-től. Szervusz Bálint, köszöntünk a műsorban! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket! mert ha péntek, akkor Somkuti Bálint ezúttal is így teszünk. Szolgálati közlemények, arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve augusztus 31-én Nógrádi György és Somkuti Bálint közösen részt vesznek egy ultrahangos rendezvényen, méghozzá Komáromban, a Fenyves Szabad Egyetem előadásán. Megtalálják a részleteket a videó leírásában, és szeretettel várunk mindenkit. Most pedig belevágnánk az adásunkba. Kezdjük a front helyzettel, mert hogy azt hallom, hogy az ukránok már nem csak kursra, kursba, vagy Kurzba? Nem tudom, Kurzba. Tehát a Kurzki régióba, hanem egy újabb régióba törtek be. Mi történik? Ugye a hírek szerint Belgorod a részébe is történt egy ukrán betörés, amelynek ugye egyelőre az eredményéről a tényen kívül nem sokat tudunk. Előfordulhat, hogy az a Lühovó, talán jól mondtam, régió, amelynek a ellátását biztosító három hidat a Szent folyón szétlőtték, annak a egésze ukrán kézre kerül, mert tipikusan az a második lépcsős megoldás, amelyben az ellenség figyelmét egy pontra szegezve, egy olyan ponton mérnek rá csapást, úgyhogy itt is várható újabb orosz területek ukrán kézre kerülése. Egyébként a tegnapi folyamán, a nap folyamán is két kisebb orosz falu került az ukránok kezére, úgyhogy ez a támadás még nem állt le. Egyébként érdekes, hogy a Brjanszki területre is betört 200 ukrán katona, és egyébként Moszkva arról tájékoztatott, hogy az orosz erőknek sikerült visszaverniük a támadást. Most tulajdonképpen minden régióba betörnek az ukránok? Én az elejétől kezdve nem értettem, hogy milyennek a célja. Most hallottunk egy olyan magyarázatot, ha jól emlékszem, a Wall Street journal hogy az ukránok a németeket akartak lenyűgözni ezzel, ami által sikerült is, hiszen a bejelentett ö, fegyver ö, szállítások felfüggesztését visszavonták. Na most hát ez egy elég drága ár egyébként erre a döntése, de itt igazából én már nem, én már nem ismerek semmit tippelni, mert a végén akármi is lehet belőle. Ez, egy, ez, nekem egy ilyen, Chris Rea számra emlékeztet a road to hell, az országút tehát nem tudom, mi történik. Mennek előre a támadások, de mi a célja? Tehát mit lehet ezzel elérni? mivel gyűgözle a németeket, robbalcs fel az északi áramlatvezetéket, meg menj be Oroszország területére, és akkor tulajdonképpen még több támogatást kapsz, végül is teljesen logikus. Igen, ez, ez az északi áramlatos történet is, azt hiszem, beszéltünk mi már erről? Valamennyire beszéltünk. igen, de beszélhetünk. A, nem, nem, nem csak annyi, hogy nevetséges, tehát a, a, a nejemmel beszélget vált össze egy ilyen történet, és úgy külső szemmelő, azért több szem többet lát felkiáltás neki volt egy ilyen érdekes észrevétel, ami valószínűleg igaz is, hogy hogy ezzel a támadással megteremthetik az ukránok azt a narratívát, azt a magyarázatot, hogy, hogy nem a nyugati támogatás elmaradása miatt áll a rosszul az ukrán honvédő háború, hanem azért, mert ők betörtek a teret és kvázi elpocsékolták ezeket az erőforrásokat. Egyébként a politikó is írt egy hasonló sírlusú cikket. Egyébként ez a kérdés, hogy ez erőforrás pocsékolás, vagy valójában egy jó ukrán stratégia arra, hogy Oroszország Kudarcokat él át, újra megjött a remény, hogy az ukrán lakosság most örül, hogy végre az oroszoknak is rossz, és hogy emiatt megváltozhat a hátországnak a hangulata. Mindkét oldalon nyilván az oroszoknak meg kellemetlen ez az egész. Ez is benne lehet a pakliba egyébként, csak amikor az orosz támadás hullám, ami az utóbbi időben enyhébbé vált, amely az ukrán infrastruktúrát, elsőbb az energetikai infrastruktúrát éri, az felerősödik, akkor majd föltetjük magunknak a kérdés, hogy valóban jó ötlet volt -e. Ugye már amikor a kurszki támadás megindult, akkor uh, hallottam olyan véleményeket ukrán civilek részéről, hogy ezt megint rajtunk fogják leverni, hogy a kercsi terror terrortámadást is az ugye az ukrán infrastruktúrán verték le. itt álljunk is meg egy pillanatra, mert több helyen előlendült most a globalista, atlantista vonal elkezdte ezt a témát feszegetni, hogy miért is terrortámadás a kercsi hídeni támadás. Egy olyan embernek a teherautójába robbanóanyagot elrejteni, majd távirányítással felrobban, ez nem egy katonai akció az egy terror támadás. Az szerencsétlen meghalt ebbe a támadásba, aki semmi sem tudott arról egyébként, hogy robbanóanyagot szállít, és éppen meghalt benne még két másik civilist. Tehát katonai célpontot lehet, és él is katonai eszközökkel támadni. De ez egy titkosszolgálati támadás volt, ezért terror támadás. picit azért mindenki szálljon magába. Nyilván ukrán civilek is halnak meg az, agresszió, az orosz agresszió áldozatai de ők meg civil áldozatok egy háborúba. Tehát azért vannak definíciók, amiket ne keverjünk már össze. Az elmúlt napokban több közönség találkozója volt az ultrahangnak, Robert Cikesztelel és Resperger Istvánnal is, ugye ópuszta szerem veletek is, és többször is szóba került az, hogy ugye minden Olyanra, amire azt mondják az elemzők, hogy oké, okay, de ez állami terror, vagy hogy ez terrortámadás, mert civilek halnak meg. Ott az origó, meg mégiscsak az, hogy de igen, de Oroszország támadta meg Ukrajnát, és ha Oroszország nem támadja meg Ukrajnát, akkor ezek a támadások nem lennének. A másik probléma az, hogy gyakorlatilag nem léteznek már vörös vonalak, ami valahol még talán jó is, mert ha lennének vörös vonalak, akkor lehet, hogy sokkal durvább válaszok lennének. De ebben a nagyon kiszámíthatatlan helyzetben talán pont az a legbonyolultabb, hogy nem tudjuk, hogy Minek mi a következménye? Te látsz még bármi szabályrendszert ebben? Azért vannak vörös vonalak, mert pontosan a, a Kercsi híd elleni teherautós terrortámadás után indult meg az ukrán civil infrastruktúrának, vagy kettős infrastruktúrának a nagymértékű pusztítása. Tehát addig, azt hiszem az 2023. augusztusa volt, ha jól emlékszem, addig igazából támadás az, az alapvetően a vasúti infrastruktúrára szükséges transformátorállomásokat érte de sem az elektronikai elektromot, erőműveket, sem az elosztóállomásokat nem támadták az oroszok, utána indultak meg ezek a támadások. Tehát vannak vörös vonalak, csak a következmények nem olyan látványosak és nem olyan egyértelműek, mint ha nagyon sokan gondolni szeretnék. Tehát ugyanúgy a Krínfél szigetet jelentős veszély fenyegetni, hogy ukrán kézre kerülnek az oroszok, atomfegyvert vetnének be, szinte biztos, ezt amerikai jellemzők is megerősítették. Tehát vannak vörös vonalak, és Zelenszki egy kicsit nagy hangú volt az a hogy bebizonyosodott, hogy nincsenek orosz vörös vonalak, mert ha belegondolunk, közvetlen klasszikus terrorbombázás a második világháborús jelleggel, amely kifejezetten a civilek ellen irányul, még nem volt Ukrajnába egyébként. Tehát voltak civil áldozatok, ilyen olyan eltévet rakéták, saját rakétáik, orosz rakéták eredményeképpen, de klasszikus olyan terrorbombázás, amely, a civilekre irányult volna szépen, tegyek hozzá, csak ukrán részről volt, úgy az orosz területeken, mint a oroszok által megszállt ukrán területeken, például Donetsk és egyéb területeken. Tehát, hogy igazából itt azért egy picit mindenki lépjen már hátra és nézze már körül, hogy mi történik, mert ebből a, ebből a fanatikus drukkerkedésből már lassan kezd elég lenni. Visszatérve arra, hogy az ukránoknak mi lehet a stratégiája, ugye te is említetted, hogy Belgorod megye határát érte támadást, itt ugye az ukránok átmenetileg a Kolotivka határát el is foglalták, illetve Bransznál is próbáltak áttörni az ukránok, és Csotkinó, ezt nem fogom tudni kimondani, Csotkinó térségét, amelyről biztos mindenki tudja, hogy hol van, hetek óta puhítják légitámadásokkal, tüzérségi tűzzel, így nem lenne meglepő, ha itt is megindulnának. Sokan azt mondják, hogy az ukránok tudatosan célozzák a szemmel átvezető hitakat, jó eséllyel azzal a célral, hogy elvágják a régió utánpótlási vonalait, illetve vannak, akik azt mondják, hogy ezek a támadások figyelemelterelések, illetve hogy ismét a krím lehet a való célpont, amit ugye Ukrajna deklarált is korábban, hogy a Krim visszaszerzése az egy fontos katonai cél lehet. Bármi előfordulhat, ugye azt láttuk, hogy ezt a támadást is nagyon hatásos és jó előkészített megtévesztés előzte meg. Ugye arról beszéltek folyamatosan, hogy az oroszok szumi környékén támadni akarnak, aztán mit tesz Isten, pont ők maguk támadtak szumi környékén. Úgyhogy azt azért látni kell, hogy egy ilyen modern háborúban nemet azt mondani, hogy a kezdeményezés egyértelműen egyik fél kezébe került, mert a másik fél is a másik gyengébb fél is tud egyértelmű meglepetéseket okozni, akár hadműveleti szinten is, lásd ez a kurszki támadás. Az igazi kérdés az az, hogy ezek a dolgok hogy adódnak össze, hogy ezek a lépések, amelyek sok esetben oldalra vagy akár hátra is történnek, ezek hogy vezetnek el összességükben ahhoz, hogy a háborús cél teljesüljön. Tehát lehet a, feketetengeri Fekete-tengeri amúgy egyébként most már nevetséges szintre degradálódott Fekete-tengeri flottát tovább abbálni, és további hajókat elsüllyeszteni és megrongálni, Ettől a szituáció alapjában véve nem fog megváltozni, mert a Fekete-tenger fölötti ellenőrzés a repülőterekről, légéről is meg lehet oldani. Tehát egy olyan összetett problémát látom, amiben engem csak egy kérdés érdekel, hogy mi az Ukrán stratégia. És ezt te nem látod? Nem látom, De nem ugye... látok hogy egy. Magyar? Csak annyi, hogy igazából amire lehet gondolni az egyrészt az, hogy az orosz logisztikai képességet ezzel meg tudják gyengíteni, az orosz támadó képességet meg tudják gyengíteni, vagy hogyha ezeket a területeket elfoglalják, akkor az később tárgyalási alapot képezhet egy esetleges béke megállapodásra, illetve pufferzónát tudnak létrehozni, meg van média értéke, meg presztízs értéke. Most a portfólióból idéztem különböző vázlatpontokat indokként, de hogy szerinted ez ezek nem elég indokok? Hogy ha, ha, kezdjem távolabbról, tehát amikor uh, az amerikai Egyesült Államok alapító atyái összeültek, akkor uh, a teremből kilépve Benjamin Franklin-t megkérdezték az ott uh, álló polgárok, hogy nem illet uh, királyság, nem, köztársaság, ha meg tudjuk tartani. Volt szó szerint a válasz a Benjamin franklin -nek. Tehát, hogy, hogy ezek a szempontok, ezek valós szempontok, és az ukrán morálnak biztosan jó tett, hogy betöltek a és egy elég jelentős darabot elfoglaltak, és biztos, hogy a nemzetközi kapcsolataiknak is jót tett ez a, ez a, támadás, ez is egyértelmű, lásd a német példát, Na de ez hogy vezet közelebb az ukrán győzelemhez? Mi az ukrán győzelem? Ugye azt azért lássuk be, hogy ugyanúgy, ahogy a két világháború közötti magyar revíziós tervek a mindent vissza teljesen értelmetlenek és lehetetlenek voltak, ugyanúgy az ukránoknak a mindent visszakövetelőjük teljesen értelmetlen és lehetetlen. Tehát, hogy ezeket a dolgokat valamikor valahol le kéne ülni, és, lakni, és ki kéne mondani, hogy mi lett egy reális cél, itt meglepő módon egyébként az elkötelezett atlantista Petr Pável cseh elnök volt NATO tábornok, mondta ki, hogy Ukrajna akár az első területei nélkül is NATO tag lehet, ami egyre inkább ideális forgatókönyvnek tűnik. Tehát erről ugye nem komilfó, nem illik beszélni. Ja itt mindenki találgat, hogy Petro Pavel most jót mondott, vagy rosszat mondott, tehát, hogy ez egy provokáció, hogy a megcsonkított ukrajna is NATO tag lett, vagy valójában egy üzenet, hogy tessék abba hagyni a háborút és területet a NATO tagságért elv alapján, inkább akkor így is beveszik Ukrajnát a nato -ba. Igen, hát ez, ezt, szerintem azért Petro Pavel alaposan végig gondolta, csak ugye a sajtó visszhang, a sajtó reakciói vegyesek erre a témára, mert ez erről nem lehetett beszélni. Tehát, azt azért én, akik azt szoktam mondani, hogy katonák által fel és átnevelt civil vagyok, én azért azt láttam a katonák, nem nagyon nem szedik a mellébeszélést. Tehát azt a fajta törmönfont, semmiről nem szóló, körmododokba oltott semmitmondást, azt nem szokták komálni, és Petra Pável katonásan precízen elmondta, hogy szerintem mi a helyes út, amiben valószínűleg igaza is van, hogy egy dolgot felejtett el, a jó NATO hogy ebben az oroszoknak is beleszólása van, hiába agresszorok, meg nem szeretjük őket, meg stb. Hát függetlenül beleszólnak a dolgokba. És akkor így, ha már itt vagyunk, egy pár dolgot hagy, vagy egy dolgot hagy mondjuk, mert beszéltem nálad is róla, de mindig el kell mondani, hogy úgy néz ki, hogy magyarul, Magyarországon a jogfelfogás szerint azt számít cselekvőképesnek, aki belátja a tetteinek a következményeit. Aki nem tudja belátni, az az érzelemből döntés dönt nem megfontolásból, az gyerek és nem cselekvőképes. Egyre több ilyen emberrel találkozom, aki konkrétan gyerekként viselkedik ezen a területen, mert nem képes belátni azokat, amiket mond, azoknak milyen következményei vannak. Úgy nemzetközi szinten, mint a saját életére nézve. Hát egy picit higgadjon már le mindenképpen a rendkívül felfogadott állapotba, mert előbb-utóbb szívralmot fog kapni, vagy akár gutaütés vagy bármit, és ezeket a túlfűtött indulatokat tegyük másféle félre, emberek vagyunk, nem, nem állatok, akik párzási időszakban vannak. Hát tegnap már Kiszeli Zoltánnak beolvastam, de most megteszem neked is. Az Európai Unió külügyi főképviselője József Borel az X-re kitett bejegyzésében kijelentette, hogy a nyugati fegyverek Ukrajna által Oroszország területén történő használatának tilalmának feloldása hozzájárulhat a béke folyamatok előmozdításához. Leegyszerűsítve ez a mondat azt jelenti, hogy az EU külügyi főképviselője szerint, ha Ukrajnának megengedik, hogy nyugati fegyvereket használjon Oroszország területén, akkor az elősegítheti a béke megteremtését. Nekem már egy, egy, egy versor jut az eszembe, egy a jelszó tartós béke, állj és harcolj érte. Ezt már akkor sem értettem, éppen ezt hogy lehet elérni. Komolyra fordítva a szót, az első kérdésem az, hogy ezt eddig miért nem engedték meg? Tehát miért csinálja a rendkívüli módon ászent nyugat azt Ukrajnával, amit csinál, hogy ilyen csöpögteti, ugye, ahogy Robi mondta, homeopát és adagóba adja ezeket, azokat a gyógyszereket, amik a orosz agresszió tehát a betegség leküzdésére kellene. Miért csinálja ezt? Miért nem engedte az elejétől kezdve ezeket a dolgokat? Tehát, hogyha ha tart attól, hogy fölbözítik az oroszokat, és hanem a következménye lesz, akkor ne támogassák őket. Ha meg nem tartanak tőle, akkor meg miért vannak ezek az ilyen ide tá oda adunk le Adok leopárdot, nem adok leopárdot, adok leopárdot, nem adok leopárdot. Milyen leopárdot szeretnétek? Tehát, hogy, 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 hogy ezek a dolgok, ezek mind-mind-mind arra mutatnak, hogy itt olyan gyenge, határozatlan, fogalmatlan emberek vannak, akik még azt se tudják, hogy miről beszélnek. Megkérdezem, Borre, hogy az X-et nem akarja betiltani véletlenül az Európai Unió? Miért ott kommunikál? Ö, nekem meg az jutott eszembe az idézetet kapcsán, hogy egy olyan szótartós bér kell Ukrajnában harcoló érte a mondat második fele Szomráki Bélától származik. Hát igen, nem... Ez meg a másik fele, igen, hogy aki ilyen szinten, ilyen hevesen az utolsó szó utolsó ragjáig védi az ukrán függetlenséget, de miért nem megy elharcolni? Menjen el! Menj. Akinek valami ennyire fontos, menjen el! Garibaldi is önkéntesekből álló seregével szabadította fel Itáliát, és egyestette utána. Lehet, hogy most valami megszületik, megszületik a következő vörös inges tábornok, az új Garibaldi, és kiveri az orosz agresszorokat Ukrajnában. Miért nem csinálják az, hogy nekiállnak az ember a legaljasabb és legválogatottabb módon kötekedni, az annyira primitív, hogy valami hihetetlen. És egy darabig az ember fölveszi a dolgokat, aztán utána már csak egy csak lesöpli, mint a legyet. Mit? Mit? Tehát ő nem tud velem mit csinálni. Én nem tudok az ilyen hülyéken mit csinálni, tehát akkor felében nem érdemes vele foglalkozni. Amikor a Borel úrnak hamarosan lejár a megbízása, úgyhogy végül is bármi történhet még. Hogy ő, is tud, egy... ő, ő is az új munkájáért hajt, mint a Macron igen, igen. Közben a Portfolio.hu-nak tovább görgetve ugyanazt a cikét egyébként tényleg érdemes elolvasni. Ez egy nagyon jó cikk a portfólión. Az a cím, hogy tényleg most követte el Ukrajna háború egyik legnagyobb stratégiai hibáját, mert hogy benne vannak, hogy mi lehet az orosz érdek, meg mi az ukrán érdek, és akkor itt a felsorolják azt is, hogy mi lehet hátrány Ukrajna kurszi támadása kapcsán. Többek között arra hivatkoznak, hogy nyugati lapok szerint az ukrán veszteségek eddig súlyosabbak a kurszki betörés során, mint az orosz veszteségek. Ukrajna semmiképpen nem fogja tudni megtartani az elfoglalt orosz területeket a háború után, illetve az orosz vezetés sokkal könnyebben el tudja adni a háború szempontjából fontos intézkedéseket, sőt, akár még mozgósítani is tudnak, illetve hogy még messzebb kerültek a békéről, mert hogy lehet, hogy volt olyan forgatókönyv, hogy most legyenek béketárgyalások, de hogy erre most az oroszok behúzták a kéziféket. Mit gondolsz ezekről az állításokról? Először is szeretném a globalista drukkerek nevében feljelenteni a portfólió defetizmusért, mert mi az, hogy ilyet mondanak, hogy Ukrajna nem tudja megtartani ezeket a területeket. De hát milyen, milyen, milyen hozzáállás? De most hallottuk több helyen, én is hallottam több globalista drukkertől, től, aki korábban egyébként komoly jelenzők voltak, hogy Kursz jelentette a fordulópontot, és innentől kezdve az ukrán támadásnak a célja Moszkva, és én már látom a, a kék-sárga, nem a fekete-piros zászlót mondta, mm. ami Bandara zászló, volt, látom a kék-sárga zászlót és a horgony a kreműtornyain engedezni. Mert én nem akarok eltérni a hivatalos irányvonaltól, mert hát különben mindenki más áruló és defetista, akit különböző válogatott kell halára kövezni. Egyébként jól elveked ez a stílus. Ugye? Én nem egy ilyen anti-Bálint anti, nevű műsor. De, de... de. <coughs> mindössze 20 kilót vagy lenyomok, és előadom ezt a néptribunó stílust, ezt a abszolút ö, propagandista, agitátor, ezt a szót keresem agitátor stílusba. Meg használj a jó veren... sok idegen szót amúgy is. Igen, tényleg, azt most sem szeretem egyébként, de az interakció korrelációjának következtében innentől kezdve deklarálom, hogy, hát szóval, nem mindegy, most egy komolyra a témát, mert egy komoly témára beszélünk, szóval ö, valóban ö, egy ilyen területen, ahol nincsenek előkészített állások, az az orosz fölény légierőben, légibombában, tüzérségben, ami megvan a Donbassban, az kúszna is érvényesül. Tehát mi volt a koncepció? Tehát már a hírek szerint a 80. és a 82. légiszállítási dandár elit zászlója, hogy ki kellett vonni a veszteségek miatt a hírek szerint. Akiket a helyükre lehet küldeni, azok különböző, ugye ott vannak az azovisták, a csodálatos tényleges nácik, az azov ténylegesen náci alakulat, nem az ukrán hadsereg a náci, nem az ukrán állam a náci, ez egy orosz propaganda, de az azov ténylegesen náci alakulat, ők most ott harcolnak. Na most aztán utána ők is elfogynak, akkor mi lesz? Tehát kiket a beküldik a 150. területvédelmi dandárt, amit tavaly föl, és aztán a, a 150. h 3 5 nem is sikerült rendesen fegyverrel látni? Tehát valóban az ukránok nem fogják tudni megtartani ezt a területet, ha valóban megharapták a medve fülét, csak mondjuk, amikor az ember, akár egy 150 kilós ember, mint én, vagy 140, bocsánat, egy 400 kilós barna medvével harcol, akkor legyőzni igyekszik, nem a fülét harapdálni. Na, ha már ilyen antibálincsót tartunk, akkor most következzék egy ellenzéki hír. A BBC egy magyar szerint egy magyar törvény hajléktalanná teheti az ukrán menekülteket. Ezzel a címmel között Cikket. Ez szerint Magyarország komolyan szigorította a szabályokat az ukrán menekültek számára. A cikk szövegében az is szerepel, hogy az új magyar törvény értelmében csak azok az ukrán állampolgárok jogosultak ingyen lakhatásra és havi támogatásra a magyar ellátórendszerből, akik olyan ukrajnai területekről vagy megyékből érkeztek, amelyeket közvetlenül érintenek a harcok. Jelenleg 13 ilyen terület szerepel ezen a listán, amit a magyar kormány havonta frissít, és hogy emiatt állítólag kiszolgáltatottá válnak az ukránok. Hogyan kommentálnád ezt a hírt? Először is meg vagyok döbbenve, mert nem tudtam róla, hogy vannak Magyarországon olyan emberek, akiknek alanyjogon jár az ingyen lakhatás. Mindenki másnak ez vérverejtékébe kerül. Tehát mondjuk én egy, egy, egy menekült tábor tudnék felajánlani azoknak, akik ide menekültek, nem ingyen lakhatást. Tehát az én adomból, és én nagyon sajnálom, akik háborúban menekülnek, ott vannak olyan szállások, amit kifejezetten arra hoztak létre, hogy hogy a menekülőket ellássák, de alkalomattán a Magyarország, ami közmondásosan nem túl gazdag, az milyen alapon finanszíroz két és fél éve ingyen lakhatást napi 10-15 embernek, akik ugye a számok szerint a határól. Tehát nyilván kell szolidaritást nyújtanunk, és nyilván kell támogatást nyújtani nekik, de az, hogy egy ilyen lépést megteszünk hogy gyakorlatilag olyan teretek, mint a Lvovból, ahol egyébként semmilyen ö, háborúság mi nem zajlik, vagy nyugatukra, a jelentős rész, idejön valaki kirándulni, annak ingyen adunk szállást. Tehát, és is úgy az, hogy ugye a legtöbb illegális migránshoz hasonlóan egyébként azok vissza is szoktak menni azokra a területekre, ahonnan el, elméltek, elmenekültek. Ugye ez volt a, a múlt a nagy híre, hogy Németországban leesett, hogy 20 éve zajlik ez a folyamat, hogy menekült kérelmet nyújt be paddokumentumok eh, dokumentumok nélkül, majd egy pár év múlva, vagy akár egy évvel visszamegy arra a területre, amit elméletileg elmenekül. Na most ez is egy olyan dolog, hogyha az az ukrán lakosság, amelyik tízezer számra érkezett a határon keresztül kettős fél óta, kettős éve az itt maradt volna, akkor fél ukrajna itt lakna Európában, tehát ők azért vissza is mentek. Tehát átjönnek, itt nyaralnak egy piszta, aztán haza mennek. Tehát azért nem már. Ugye én azért vagyok egy kicsit nehéz helyzetben, mert ugye a háború elején valóban nem lehetett tudni, hogy mely területeket fogja érinteni az orosz offenzíva lévé, hogy ott elindultak, aztán ki tudja, hogy hol álltak meg. Uh, nyilván ez azóta halványodott, de ugye itt ugye ez például a kárpátaljai embereket is érinti, ahol az orosz háború kitörése óta, ha jól tudom, akkor egy nagyobb légitámadás volt, légiriadók azok voltak egyébként is, de hogy egyébként meg a fenyegetettség azért mégiscsak megvan. És ugye ez a nagy kérdés, hogy ilyenkor hogyan viszonyuljunk ezekhez a helyzetekhez. De egy dolgot ö, tegyünk tisztába, a határon túli nemzettársaink, akiket az antant hatalmaknak az oszd meg is uralkodj elve szakított el az anya anyanemzettől, ők teljesen más besorolás alá esnek, mint aki tudja honnan érkezett, ki tudja milyen emberek. Tehát ez, 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 ezt egy szét ebből a formából. Tehát aki Magyarnak született, azt megilleti az ügyet, attól, hogy a nagyhatalmak elvettitől azt a lehetőséget, hogy, hogy magyar legyen. Tehát ez az első dög. Bár Most Másikból... csak ide egyébként annyit hadd mondjak, hogy ugye nagyon sokan kettős állampolgárt, tehát magyar-ukrán állampolgárok is, és hogy ők magyar, á magyar állampolgárként viszont pontosan ugyanolyan jogokat és kötelezettségeket viselnek, mint a Magyarországon született magyar állampolgárok, vagyis szabadon mozoghatnak az EU területén és munkát vállalhatnak, és itt a segélyezés, meg minden is ugyanúgy vonatkozik rájuk. Pontosan, tehát azért mondom, hogy nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy a határok túl a magyarok ellen pont én szólalnék föl bármilyen szinten, hanem arról van szó, hogy van egy tömeg, amelyik mostanra már elmondhatjuk, és egy számtalan hír szól erről egyébként Lengyelországban, meg Németországban, máshol, profi szinten használja ki és él vissza azokkal a kedvezményekkel, amelyeket az európai államok ész nélkül biztosítanak, az egyébként alkalmatán ténylegesen háború elő menekülőknek. De aztán kialakult egy réteg, hogy hogy nem aki ezzel profi módon visszaél. Tehát azért ne legyünk már teljesen hülyék, ugye szokták mondani, hogy a keresztény az odatart, odatartja a másik orcáját és oda is tartja, de utána visszaüt a másik pofon után, mert nem hülye, hanem keresztény. Tehát nem ült elsőnek és nem ült másodiknak. De harmadszorra már megvédi magát, tehát én ebben a, ebben a keresztényi felfogásban mondom azt, hogy kettő és fél éve volt mindenkinek arra, hogyha akarta, akkor elhagyja azt a szerencsétlen országot, amit egy orosz agressziós új. De utána már ne éljen vissza azzal a, a jó szívűséggel, azzal a nagy lelkűséggel, amit egy olyan szegény ország, mint Magyarország nyújt nekik. A BBC meg elment oda a majdnem kimondtam a P-betű szót. Éppként Nick Torp készítette ezt az anyagot, aki Magyarországon élő tudósító beszél is magyarul, és a Dunáról készült dokumentumfilmjéről ismerheti többek között a nagy közönség. Viszont tehát például látom, hogy a 444 már forgatott olyan videót Komárom-Esztergom megyéből, ahol utcára kerültek, emiatt menekültek, tehát hogy ebből még bizonyára lesz bonyodalom. Hogy látod, ez mennyire befolyásolhatja az ukrán-magyar kapcsolatokat? Az ukrán-magyar kapcsolatok egy jó, ö, nehéz indulás után, egy pár hónappal ezelőtt, Torbán Viktor kievi látogatása után vettek egy pozitív fordulatot, majd utána újabb, újra ö, rossz irányba indultak. Ö, és ö, megmondom őszintén, hogy az a kedvezmény, amit magyar állampolgárok nem kapnak meg a magyar államtól, az nyilvánvalóan nem tartható fönn a végtelenségig. Tehát e, nyilván nem szeretném azt, hogy hogy kisgyerekek, anyák és gyerekek kerüljenek utcára, de ha Magyarország, Magyar állampolgár, a saját állampolgáinak, a saját adófizetőinek nem tud ilyen feltételeket biztosítani, akkor menekülteknek sem tud. Tehát nyilván van az a fajta kötelezettségünk, ami a rászorulóknak irányul, de akkor azt mondom, hogy, 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 hogy ezeket azért másképp is meg lehet tenni, hogy az Európai Unió ennyire gazdag és nagy akkor meg fizessen ki mindent, ami, ami, ebből a szempontból jár. Tehát azt mondom, hát, hogy mi val verik a csalánt, hát abból köszönjük szépen elég volt. Tehát ugye a ritkán szoktam a miniszterelnök urat idézni, de volt egy nagyon jó mondás, hogy magyarok vagyunk, nem hülyék. Tehát eddig tartott a hülye korszakunk most jön azt, hogy fellépünk az érdekeinkért. És megint elmondom, nem arról szól, hogy van egy csomó szerencsétlen, aki tényleg rászól, mert nem erről szól. Arról szól, hogy van egy réteg, aki tudatosan és szándékosan visszaél azzal a nagy nekűséggel, amit egy Magyarországhoz hasonló szegény ország nyújt a számukra. Én pont ezen gondolkodtam, hogy Magyarország azt mindig hangsúlyozta, hogy humanitárius segélyt biztosít Ukrajnának, és hogy ezen a területen kimaxoljuk a dolgokat, és egyébként nem is volt eddig ránk panasz ebből a szempontból. Tehát én magam is voltam még a keleti pályaudvaron, meg beszélgetem háttérbeszélgetéseken, az ukránok is mindig elismerik, hogy Magyarország ezt jól csinálja. De vajon ezekben a helyzetekben lehet-e bármi következmény, felvonhatja a szemöldökét az Európai Unió, és egyáltalán mennyire lesz a gyakorlatban az a veszély, hogy Vagyok, olyanok is belekerülnek valahogy a szólásba, akik esetleg tényleg bemekültek? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem ez egy kötélhúzása a kormányzat és az EU között. Mentségünkre szogány nem mi kezdtük. Tehát 2010-ben elhangzott a mai kormány inform, amit teljesen véletlenül néztem. Alapvetően nem vagyok egy, egy tévérajongó, de úgy alakult, hogy né né tudtam is nézni, és néztem is, hogy, hogy semmi gond, ha Brüsszel azt szeretné. Hogy, hogy, a migránsok eljussanak Brüsszelbe, akkor kapnak egy, 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 útra szóló és elviszik oda őket. Tehát én ezt nagyon, én nemrégiben mi is beszéltünk róla, még azért, hogy az állam ha ezt szeretné az EU, akkor csináljuk. Hát most igazából levesszük a biometria adatait, rögzítjük az általában mondott néven, mert papír úgyse lesz nála. Elmondjuk, hogy ezzel a néven ezek az adatokat több ide, ide, vissza nem jöhetsz. És aztán ennyi. És akkor harcolja, menj, amerre látsz. Az Ausztria, Németország, Brüsszel, tiéd egész Európa. Tehát, hogy, hogy, én ezt a húzavonát látom, és az, azt látom benne sajnos, és akárhányszor egy ilyen szituáció előfordul, de gondolunk az orosz háborúra, legtöbbször az ártatlanokon csattal a nagyhatalmaknak, a, vagy, vagy általában az ilyen belső konfliktusoknak a, az ostora. Tehát nyilván sem az orosz, sem az ukrán lakosság nem szerette volna azt, hogy egymást gyilkolják a fiai, de így alakult. Most ebben a szituációban nyilván én magam sem szeretném, hogy, hogy ukrán családok, ukrán gyerekek kerüljenek az utcára, csak hát a egy darabig tart a türelem, egy darabig tartanak a lehetőségek, és ugye módszeresen és rendszeresen visszaélnek vele, akkor valamit változtatni kell, ami egy darabig megint utána rossz lesz, és utána megint lesz valami visszakorrekció, mert nem lehet megcsinálni, hogy, hogy családokat és kisgyerekeket tesznek az utcára, de azt se lehet megcsinálni, hogy valaki konkrétan a magyar államnak a megfejéséből él. Na menjünk tovább, Narendra Modi, indiai miniszterelnök Európában tartózkodik jelenleg Lengyelországban, és tovább fog menni egyébként majd Ukrajnába is. Donátuszk lengyel kormányfővel beszélgetett Varsóban, és azt mondta utána, hogy India komoly szerepet tölthet be az ukrajnai háború gyors befejezésében, ezt Donatuszk jelentette ki Varsóban. Van két, oldali tárgyalás volt, mindketten meg vagyunk győződve arról, hogy India az ukrán-orosz háború tekintetében nagyon komoly és pozitív szerepet tölthet be, ugye Lengyelországból megy majd Kievbe Módi, és a lengyel kormányfő meggyőződését fejezte ki, hogy a látogatás történelmi jelleggel bírhat, Narendra Módi pedig azt mondta, hogy az ukrajnai helyzet komoly aggályokat kelt, a konfliktusok nem az emberi életeket követelő háborúk, Úgy útján oldhatók meg, ezért támogatják a párbeszédet, valamint a béke és a stabilitás minél gyorsabb visszaállítását célzó diplomáciai erőfeszítéseket. Módi látogatása talán azért is érdekes, mert ő egyszerre van jóban, mintha egyszerre lenne jóban Oroszországgal, és úgy tűnik, hogy az USA-val is és Európával is normális kapcsolatokra törekszik. Mit vársz ettől a látogatástól? De a, a benne van a pakliban, ahogy szoktam mondani, hogy hogy India lesz ez a közvetítő, ami korábban Törökország volt, hogy milyen szerepre Kína aspirál, ezt nem lehet kizárni ezt a lehetőséget, hogy a kérdés az az, hogy mit tud India kínálni akár Ukrajnának, akár Oroszországnak. Nyilván, mint az egyik fő vásárolja az orosz olajnak és földgáznak, van mondjuk így hatása, van befolyása az orosz döntéshozatalra, csak én úgy gondolom, hogy ez a háború már túlment azon, hogy jó szemdőikú, semleges külső szemlélők ebben ebben a vitázó felek közé álljanak. Tehát amikor az utcán összeveszik egy házaspár, akkor közéjük lehet állni, hogy elcsatant az első pofonak utána, és megindul a verekedés, utána nagyon nehéz kompromisszumra rávenni őket, vagy hát, ez lehet akár egyébként egy két összeveszett férfi, is, és nem arról van szó, csak hogy azért, azért használtam a házaspár kifejezést, mert ez, ez egy egy háború. Tehát itt olyan érzelmi viszonyok is vannak, amiket nagyon súlyosan felborít ez az egész, és olyan mély nyomokat hagy mind a két oldalon, amelyek, amelyek nagyon sokáig fognak fájni. Tehát ebből a szempontból nem gondolom, hogy egy külső beavatkozó a felek szándékával ellentétben, vagy a felek kifejezett szándéka nélkül tudna jelentős sikert elérni. Itt abban az esetben lehet szükség közvetítőkre, ha már valamelyik fél, vagy akár mind a két fél a kimerültség állapotába eljutott, és úgy éri meg, és úgy, úgy érzi, hogy ezt a háborút már nem tudja és nem akarja folytatni. Ebben az esetben lehet ki India, Kína és Törökország mellett az, aki ezt a szerepet eljátsza, de erről még egyre korai beszélni. De úgy általában? hogy lehet, hogy egyébként India szerepét, ami hát folyamatosan jön fel, a világ legnépesebb országa gazdaságilag is jön fel, miközben meg láthatóan van egy csomó saját belső kihívása, amit talán meg kellene oldani, és minthogyha a méretéhez, súlyához, lakosságához mérten jóval halkabban beszélne, mint mondjuk akár Kína, akár Oroszország, de amikor meg helyzet van, akkor valahogy mégis ott vannak. Igen, ez egy jó kérdés, szerintem ebben az, az van benne, hogy India igazából sose volt egy nagy hatalom. Tehát a, a, ugye az indiai civilizáció azért szintén több ezer éves, de valahogy mindig az indiai félsziget a megosztottságával volt elfoglalva, és szerintem ez is okozza azt, hogy hogy sokkal alacsonyabb hőfokon, sokkal kisebb hanggal képviselteti magát India, ami mostanra a világ legnépesebb országa ezekben a, ezekben a kérdésekben. De pontosan amiatt, hogy ő sose töltött be olyan szerepet. Uh, találnak valami példát rá, de én emlékszem, az elmúlt 2000 évben India nem nagyon hódított, hó, nem minden India egységesen, vagy, vagy mondjuk a legnagyobb indiai állam a környéken folytatott hódító háború, de a közvetlen régiójában nem terjeszkedett túl. Tehát ez a fajta semleges szerepe, ez lehetővé teszi a számára, hogy egy olyan helyzetben, mint amilyen az orosz-ukrán konfliktus fellépjen, de erre csak akkor kerül egy sor, hogyha erre a felek elfogadják közvetítőként. Tehát ő nem az Egyesült Államok, és bizonyos szempontból nem, nem, Kína, hogy tudja az akaratát rákényszeríteni másokra, akár diplomáciailag, akár katonailag, hanem ő inkább tényleg az a fajta ö, semleges ö, mediátor, akit mindenki elfogad semlegesnek, hiszen valóban az. Viszont ugye van egy kínai béketerv, ugye a kínai miniszterelnök is nemrég Kievbe látogatott, ha jól emlékszem, vagy igen, igen, így volt. Aztán van egy brazil béketerv, és lehetséges, hogy majd lesz egy ilyen kínai, brazil, indiai béke koncepció, akár kiegőszőve törökkel, meg magyarra? Simán lehet, és ha belegondolsz abba, hogy, hogy mondjuk a BRICS-ből gyakorlatilag az erre az Oroszország, tehát akkor Brazília, India, Kínai, Dél-Amerika gyakorlatilag ebben a formában Uh, uh, fellép, vagy hogyha Brazília uh, és, és, tehát a BRICS ország többi része ebben a területen fölép, akkor onnantól kezdve megoldhatják azt, és ezt tudják hozni azt, hogy, uh, hogy, hogy egy ilyen fajta közös közöttő szerepet létrehozzanak, de az alapvető gond, amit, amit az elején mondtam, az továbbra is fennáll, hogy ezzel igazából uh, ad nélkül, hogy a felek kinyilváltanák szándékukat, akár diplomácia, akár egyéb módon, hogy elfogadják őket közöttünk, nem nagyon mennek semmire, hanem jönne ez a helyzet. Ha már a BRICS-et az orosz központi bank elnöke, Elvira Nabiulina szerint 159 ország kész átvenni a BRICS fizetési rendszerét, ha az életben lép. Az a cél, hogy leváljanak a SWIFT rendszerről, legyen egy alternatíva. A 159 ország az nagyon sok. És ugye ezzel párhuzamosan most például látjuk egészen friss, hogy Azerbajdzsán kérte a felvételét a BRICS-be, szinte minden hónapban hallunk újabb csatlakozni kívánt országról, miközben azért még mindig kérdés, hogy a BRICS-nek majd mi lesz a funkciója, hogy az egy EU-nak az alternatívája lesz, vagy egy, vagy minek az alternatívája lesz. Ugye korábban hallottuk, hogy a BRICS államok megfogadták, aláírták, hogy nem fognak egymás szankció, nem fognak egymás ellen szankciót bevezetni. Tehát most úgy tűnik, mintha ez egy gazdasági tömörülés lenne elsősorban. Igen, a, a BRICS az egy, elsősorban egy olyan fajta politikai együttműködés, euh, amit láthatunk, amely gyakorlatilag egyértelműen egyre inkább a nyugati modell alternatívájként kíván föllépni. És ebből a szempontból a, a, ezek, a, ezek a lépések ezek egyértelműen a nyugat hegemóniájának az aláásására törekszenek. Tegyük hozzá részben azért, mert a nyugat visszaélte azokkal a nemzetközi rendszerekkel, amelyek elméletileg a globalizációnak a hátterét képezik. A új emlékeim szerint az ensz olyan 192 száz tagállama van, azt hiszem, a 185 vagy 100, valahogy így, így van a, a létszám. Ha ebből 160 ö, ö, érdekli ez a fajta fizetési módszer az azt jelenti, hogy konkrétan a EU meg a NATO országok közül is néhányan vannak akik, akiket ez az egész megoldás érdekel, nyilván Magyarország is közte van. Tehát ez a fajta helyzet, ez egy olyan súlyos fenyegetés arra totális egyébként amerikai hegemóniára, amelynek a, 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 fokát csak később fogjuk meglátni, és később fogjuk felfogni. Engem abból a szempontból zavar ez a történet, hogy ez egy ki nem kényszített hiba volt. Tehát az a nyugati hegemóniának, ami azért bizonyos szempontból mi is élvezzük az előnyét, nem szoktunk róla beszélni, de mi is azért a nyugatot tartunk, mik a perifériája vagyunk is, azt most nagyon komolyan alássá ez a rendszer, és előfordult az, hogy alkalmatán mindenkinek, aki nyugati vagy európai, meg lehajtott fejjel kell menni, mert besorolják abba a csoportba, ahova egyébként az agresszorokat vagy a nem kívántos elemeket szokták. De én behoznék még egy szempontot, hogy nyilván az Egyesült Államok nem fog ülni, és akkor végignézni azt, hogy ez zajlik, hanem valami fajta válasz onnan is várható. És látjuk, hogy pont az orosz ukrán háború mutatta meg, hogy azért az Egyesült Államok körül jól felsorakoztak a nyugati, még akár lazább szövetségesek is. Szóval itt megint az a félelem meg lehet, hogy ketté oszlik a világ, nem? Igen, az egyértelműen a blokkosodás irányába igyekeznek a a, és azért mondom, hogy a, a, az amerikai vezetők egy része, mert a demokratákon látom ezt az eszeveszett szándékot, hogy mindenáron kiszorítsák azokat, akiket ők nem tartanak demokratának ö, ebből a körből, és ezek, ezek az államok nem fogják tétlenül nézni, hogy kvázi elbánnak velük. Tehát nyilván nem fogják megvárni, amíg tönkreteszik őket. Tehát ez a fajta küzdelem, amely sajnos a tükrülődés csapdája értelmében elkerülhetetlenül valamilyen konfliktusba fog torkolni, legyen ez politikai, háborús vagy gazdasági, ennek a részeit látjuk, és hogyha ez a, ez a, a hírekszent, ez a fizetési módszer, vagy ez a, ez a elszámolási módszer beindul októberbe, akkor szerintem mindenki majd kapaszkodhat a kalapjába, mert hirtelen nagyon sok minden, ami eddig magától értetődő volt, már nem lesz az. Menjünk akkor tovább, méghozzá izrael foglalkoznánk most. Ma van az izraeli háború 322. napja, és ugye Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter a múlt héten, de lehet, hogy ez a héten volt még, nem tudom milyen nap van igazából, péntek akkor a héten volt. Szóval Anthony Blinken a közel járt, többek között Jeruzsálemben és Kairóban is tárgyalt, és sikertelenül tért vissza ezekről a tárgyalásokról. Aztán Joe Biden, aki ezek szerint még mindig dolgozik, Felhívta Benjamin Netanyahu-t, és arról beszélgetett, hogy megvitassák az amerikai támogatást Izrael számára az iráni fenyegetésekkel szemben. Ugyanakkor megkérték, hogy legyen már a, egy olyan tűzszünet, amit nagyjából úgy lehetne összefoglalni, hogy a túszokért tűzszünet. Ugye azért érdekes Bidennek ez a telefonhívása, mert közben volt a Demokrata Konvenció, ahol nagyon sok palesztin párti tüntető volt az épület előtt, és ott Biden felment a színpadra, és azt mondta, hogy ezeknek a tüntetőknek igazuk van, és ő egyébként gőzerővel dolgozik a közelkeleti békért. Ugye egyáltalán, amit beszélt, tehát én értem, de most, tehát, hogy olyan, tehát ez, ez, egy olyan, olyan szituáció, hogy picit az embernek betör valaki a házába, és akkor utána megfogja a drága vázát, és akkor, és akkor könyörögjek neki azért, ha ne törje össze. Tehát, hogy, hogy, hogy tehát, hogy mondjam, tehát itt, itt, persze nyilván ennyi bonyolultabb a képlet, de, de, én már régóta azt mondom, hogy a két állami megoldásnak be kellett volna a régeségen következni, aztán utána megfelelőképpen is felelős államként kellett volna mindenkinek viselkednie, de, de ha már így alakult, ha már ez a helyzet kialakult, akkor, akkor, akkor mit gondol Joe Biden, hogy mit lehet csinálni? Tehát, hogy tárgyalsz az olyan emberrel, aki az életet akarja elvenni, és állandóan emlegetik a folyótól a tengerig jelszót, és, és, és gyakorlatilag ö, 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 esély sincs egy olyan fajta megállapodása, amiben az én életem a kompromisszum. Tehát, hogy az én életemről nem kötetek kompromisszumot, tehát az, hogy most életbe hagynak, vagy sem, arról nem lehet kompromisszumot kötni. Tehát ezt a fajta ö, nehézséget, amíg nem oldja meg a nyugat, addig nem fogja tudni rávenni az izraeléket arra, hogy bármilyen megállapodásba belemenjenek. Tehát, lehet arról tárgyalni, hogy, hogy, milyen jogokat, milyen lehetőségeket kapnak itt ott a palesztinak, meg stb. De amíg nem mondanak le arról, hogy megsemmisítik a zsidó államot, addig nincs miről beszélni. Tehát, hogy, hogy mindenről mindent lehet mondani, 1947-ben nem a zsidók támadták meg az arabokat, hanem az arabok a zsidókat, és azóta mennek a problémák, onnantól kezdve történt egy ős bűn, és az, az onnantól kezdve már nehéz mit csinálni, hogy elragaszkodik valaki. Tehát én megértem azt, hogy mind a két félnek vannak sérelmei, de van egy olyan dolog, ez az ez ugyanaz, mint az olasz háború. Tehát azokat az embereket nem tudom megérteni, akik egy az egybe az orosz propagandát. Ezt a háborút Oroszország kezdte, és mindig elmondom, hogy olyan, mint a kosmai verekedés, hogy provokálták meg, meg meg, stb. De az első ütést, aminek következmény lesz, az Oroszország vitte be, és utána a következmény, úgy, hogy neki kell elszenvedni, hiszen ő volt az, aki ezt elkezdte ugyanazokkal a módszerek, ugyanazok az aljas módszerekkel alkalmatán föl lehetett volna lépni, hogy ellen is föl lépne. Tehát itt egy olyan játszmát látunk, amiben Joe Biden próbálja, próbál a pengéjén egyensúlyozni, de hát 80, nem tudom hány éves, azt 80 éves elmúlt már, ahhoz méltó szellemi frissességet csinálja, leginkább sehogy. Ekközben irányított rakétarombolók kísérletével megérkezett a közel-keletre egy második amerikai repülőgép hordozó, a USS Abraham Lincoln, ezt közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága. Az F-35-ös vadászgépekkel felszerelt hordozó a már a térségben tartózkodó amerikai hajókat egészítette ki, köztük a július közepén érkezett USS Theodore Roosevelt repülőgép hordozóval. Ugye Lloyd Austin védelmi miniszter még augusztus elején rendelte, hogy a Lincoln az indiai csendes indiai térségből a közel-keletre hajózzon át, mivel a Biden kormányzat arra készült, hogy megvédje Izraelt egy várható iráni támadástól. Szerinted ezek a felvonulások visszatartják egyébként Iránt? Azért két repülőgép hordozó köteléknek a csapás, mint erre itt azért nem alá. Már a repülőgép hordozók aranykora már elmúlt, de azok a lopakodó repülőgépek, amelyek ezekről a, járművekről vagy ezekről a hajókról fel tudnak szállni, igen komoly pusztásra képesek. Úgyhogy gondoljunk bele, hogy az Amerikai Egyesült Államok 11 darab ilyen repülőgép horzó kötelékkel rendelkezik, ebből, ebből most kettő ezen a, ebben a régióban található, és további amerikai erők. Tehát ez biztos, hogy, hogy egy nagyon komoly elretentő erővel bír, ugye vannak még szirkáló rakéták ezeken a, ezeken a hajókon, a kísérő hajókon, stb. Tehát egy nagyon komoly tűzerőt vonhatott, az, az Egyesült Államok, amely mindenképpen arra mutat, hogy komolyan gondolja ezt a fajta döntését. Egy dolgot tennék hozzá, hogy ahogy múlik az idő, nem egyre kevésbé valószínű, egy iráni támadás, Egyre inkább valószínűleg az, hogy a nyomásnak meghajolnak, bár ugye ezt biztosan nem lehet venni. És igazán én azt várnám már, hogyha Izrael belement abba, hogy tűzszenetet legyen a túlszók visszaadásért, erre valami palesztin válasz szület sem. Most egyébként pont a palesztinok, vagy hát nem is a palesztina jó, szóval Hamas állt fel a tárgyalóasztaltól, hogy nekik ezek a feltételek nem kedvezők. Hát, vagy, vagy mondjuk nem csak náluk vannak túlszok, hanem az iszlám zsihádnál, meg alkalmatán magánkézben is lehetnek túlszok, akivel viszont nincs hatásuk. Elég rosszul néznek hogy oda kéne menni, és meg kéne venni, vagy le kéne lőni valakit, de azért, mert nem halálnak, hogy izraeli túszt visszaadni. De é. megint, megint miről beszélünk? Tehát egy olyan hidráról beszélünk, aminek az ember levágja egy fejét, és újabb nő ki a helyére, és ha csak nem csinálja úgy az ember, mint Herkules, úgy kiégette a helyét, akkor ez a küzdelem az örökké fog tartani. Erre mondta Robert hogy Gázában a lakosság háztáiban tartotta a itt az elmúlt hónapokban. Simán benne a pakliba akármilyen butás is erről beszélni. Az idő nekünk dolgozik, és a várakozás a válaszra hosszú lehet, ezt mondta Ali Mohamed Naini, az iszlám forradalmi gárda szóvivője. Az iráni vezetők mérlegelték a körülményeket, és az iszlám köztársaság választa nem biztos, hogy a korábbi műveletek megismétlődése lesz. És arról is beszélt, hogy nem tekintjük őszintének az Egyesült Államok lépéseit, az Egyesült Államokat a gázai háború részes felének tekintjük, ugyanakkor elmondta, hogy te támogat minden olyan lépést, amely a gázadi háború befejezéséhez vezet, és segít a népének. Itt azért látszik, hogy Irán, mintha megpróbálunk ki hátra ebből a történetből. Igen, azért azt lássuk be, hogy az alapvető érdeke az iráni politikai és vallási vezetésnek is az, hogy hatalma maradjon, meg hogy életben maradjon. Tehát egy olyan háborút kirobbant, amelynek a következménye elsőpig őt, akkor, akkor rosszul döntött. Ugye ezek a szavak is azt mutatják egyébként, hogy nagyon jól játszanak bizonyos politikai vezetők az érzelmekkel, de pontosan a politika azzal az érzelmek nem játszhatnak szerepet. Tehát amit nagyon sokszor beszéltünk, hogy, hogy aki érzelmi alapon dönt, az, az gyerekes és gyerekmódra gondolkodik, ezt a politikai vezetők ezt a luxus nem engedhetik meg maguknak. Tehát uh, Iránnak valóban szembesülnie kell, az iráni vezetésnek szembesülnie kell azzal, hogy nagyon komoly uh, tűzerő, mondjuk így sok fegyver csöve mered rájuk, és hasznosabb egy lépést hátra tenni, és hasznosabb aszimmetrikus választ tenni, mint fejjel a falnak. Uh, ez az Irán és Izrael közötti küzdelem már elég hosszú múltra tekint vissza, és biztosak lehetünk abban, hogy valamilyen izraeli érdekeltség elleni támadásban benne lesz Irán keze, ugye? Volt egy, egy eset, amikor Argentinában robbantottak egy zsinagógát, és voltak hasonló aszimmetrikus támadások, amelyek valószínűbbek most ebben a kiélezett helyzetben. Az is biztos, hogy ebben a szituációban az irániak valamit lépnek, akkor alkalmattán a számukra a kedvezőtlen forgatókönyvet Trump-pennek hatalomra jutását hozhatják el, és ez is visszatartja őket, szerintem attól, hogy valami komolyat lépjenek. Ezt valahogy el kell magyarázni, és ennek a magyarázatnak láttuk egy változatát szerintem. Ez volt a mai adásunk. Sankutti köszönjük szépen. És köszönöm szépen, viszont hallásra, viszont látásra! A kedves hallgatóinknak és köszönjük a figyelmet, búcsúzóul arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, és szeretettel várunk augusztus 31-én mindenkit komáromban, Banógrádi, György és Sonkuti Bárint közös beszélgetéseire a Fenyves Szabad Egyetem előadás keretein belül. A részleteket megtalálják a videónk leírásában. Mindenkinek szép napot kívánok, viszont látásra, viszont hallásra!